Ezen a szép vasárnapi délután sokan dolgoznak a kertbe. Ennek ellenére hányan mentek el, hány százaléka ment el szavazni? Jelenleg azt látjuk, hogy a balmazújvárosi választópolgárok közül 17 órai az utolsó adat, amit tudunk mondani. A szavazópolgároknak a 27%-a vett részt a szavazáson. Ez nem tűnik soknak. Azt gondolom, hogy a korábbi Európa-parlamenti választások esetében azért ez egy emelkedő arány, egy jó aránynak számít, különösen még, hogyha azt is hozzáveszünk, hogy országos szinten még magasabb, mint településünkön, tehát országos szinten egy kicsit magasabb a részvételi arány. Tehát azt tapasztaljuk, hogy lehet, hogy mennek a hétvégi kertekbe is a választópolgárok, de mellette szavaznak is. Rendkívüli esemény volt a mai napon? Rendkívüli esemény nem volt. A szavazókörök rendben reggel 6 órakor a jogszabálynak megfelelően kinyitottak. Azóta folyamatosan, ugye a napi jelentések alapján azt látjuk, hogy folyamatosan érkeznek a választópolgárok, és rendben zajlik a választás. 17 szavazók között van Balmazújvároson. Hihetetlen sokan segítenek a választás munkájában. Azt gondolom, hogy nagyon jól szervezett a csapat. Igyekeztünk előkészíteni úgy ugye a helyi választási iroda részéről, hogy a szavazatszámláló bizottságok minél gördülékenyebben végezzék a munkájukat. Ez egy hosszú folyamat, ugye aki már a választásban részt vett, az tudja, hogy kora reggeltől késő estig kell a munkát végezni, azonban azt tapasztaljuk, hogy nagyon szép rendben folyamatos munkát végezve működnek a szavazatszámláló bizottságok. Étel szól milyen egész nap? Nem, természetesen gondoskodtunk a ellátásról, és ezt biztosítjuk, illetve van, ahol a delegáló szervezet biztosítja, de ez a megszokott rendben működik, hiszen anélkül nem lehet munkát végezni, hogy ugye a napi ritmusból kiesnének esetleg a szavazatszámláló bizottsági tagok, főleg arra figyelemmel, hogy este 7-kor kezdődik ugye a nagy munka, amikor már a szavazatszámlálás zajlik, jegyzőkönyv kitöltése, tehát erre is figyeltünk. A hivatali dolgozóknak nagyon-nagyon nehéz hetük volt, zsúfolt hetük volt, döbbenet mennyi munka van egy ilyen szavazással. Aki nem lát bele, az szerintem el se hiszi. Kapnak egy kis pihenőt? Kapnak, természetesen a jogszabály alapján a hétfői napon nem kell jönniük dolgozni. Én azt gondolom, hogy elkötelezettek a kollégák, mindenki komolyan veszi ezt a feladatot, és valóban, tehát tényleg nagyon sok előkészítő munka előzi meg, de hát majd vissza kell térnünk azért a rendes kerékvágásba és a hivatali működés tekintetében. Kilenc órakor mind a 17 szavazó helyiségben kulcsra zárták a bejárati ajtókat. Megkezdődött a szavazatok feldolgozása. Stábunk ezúttal a Bólyai utcai óvoda frissen felújított épületébe a 12-es számú szavazókör működésében nyerhetett betekintést. A munka jól olajozott gépezet módjára szervezett, fegyelmezett tempóban kezdődött. A reggel, még a nyitás előtt gondosan leplombált szavazóurnákat felnyitották, tartalmukat az előzetesen megtisztított asztalra borították. A szavazó cédulákat rejtő, időnként valóban szívós borítékokat felbontva egybegyűjtötték a szavazatokat. A feladatokat megosztva egyből kezdődhetett a szavazatok jelöltek szerinti csoportosítása.
Természetesen ügyeltek a szabályok betartására, azaz minden esetben meggyőződtek a voksok formai megkötésének betartásáról. Ezen az estén az érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma mindössze 31 darab volt. A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő 14.016 balmazújvárosi választópolgár közül május 26-án 4.479-en adták le voksukat. Hogy ez sok vagy kevés, nos ez nézőpont kérdése. Igen, a polgárok 68%-a nem élt szavazati jogával. Május 26-án a szavazókörökben 4.447 darab érvényes szavazatot dolgoztak fel. A választási iroda honlapján szereplő adatok tanúsága szerint rendkívüli eseményről nem érkezett bejelentés Balmazújvároson. A szavazókörök munkatársai az összes jelöltre leadott voksokat többször is átszámolták. A végeredménynek egyeznie kellett a szavazók által aláírt nyilvántartások összesítéseivel. A munka persze még messze nem ért véget. A kötegelt mindenki által szignózott, összegyűjtött szavazatokat borítékokba helyezték. Végül a naplókkal és a különböző összesítésekkel együtt lezárt, lelakatolt dobozokban a hivatalba szállították. A Bolyai utcában nagyjából 7:30 mutatott az óra, mikor a hajnali kezdés és a reggel 6 órai nyitás után a szavazóbiztosok munkája véget ért. Köszönjük precíz munkájukat!